utakon közel 15 kilométeres útszakasz újult meg Balkány és Téglás között a Magyar Falu program támogatásával. Közéleti beszélgetés a Vármegye női település vezetőivel találkozott Kékcsén a köztársasági elnök. Váci Mihályra emlékeztek, 53 évvel ezelőtt vietnámi látogatásakor hunyt el a nyíregyházi költő. Egy 2 éves kisfiú holtteste került elő egy autó csomagtartójából szombat kora reggel Nyíregyházán. A járművet a gyermek nevelő szülei parkolták le a városi rendőrkapitányság közelében, majd értesítették a rendőröket arról, hogy az autóban egy halott kisgyermek fekszik. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A Vármegyei Rendőrfőkapitányság büntető eljárást indította az ügyben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség ma arról tájékoztatta televíziónkat, hogy a szakértő vizsgálata szerint a gyermek halálát fulladás okozta, a nevelő anyát pedig segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsítják, aki szabadlábon védekezhet. Szabadlábon védekezhet, mert ez a bűncselekmény 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető a törvény szerint, és egyébként a terhessége 26. hetében jár, és így nem merült fel olyan körülmény, ami indokolta volna az őrizetbe vételét. A megalapozott gyanú szerint a 2,5 éves sértettet és a hugát 2023. január 13-án a gyámhatóság kiemelte a családjából, nevelésbe vette, és elhelyezte a gyanúsítottnál és férjénél, mint nevelőszülőknél. Itt éltek Nyíregyházán. Az elhelyezés oka az volt, hogy a kisfiú esetében, hogy ő alultáplált volt. 2023. április 12-én este a nyíregyházi lakásukban a nevelőanya, a gyanúsított, megetette a kisfiút, aki eközben félrenyelt és megfulladt. A nő ezen az éjszakán még otthon tartózkodott az elhunyt kisfiúval és a hugával, a másik szobában pedig az édesapa, a nevelőapa aludt a 2 vérszerinti gyerekükkel. A hajnali órákban a nő öngyilkossági szándékkal elhagyta a lakást. A kisfiú holttestét berakta a gépkocsi a csomagtartójába, míg a 1,5 éves kislányt beültette a gyermekülésbe, majd 2 napig Nyíregyházán és a környékén közlekedett, autózott úgy, hogy pontosan még nem tárták fel, hogy merre is járt. Közel 15 kilométeres útszakasz újult meg Balkány és Téglás között a Magyar Falu program támogatásával. A több mint 1,3 milliárd forint értékű beruházás Bökönyi átadásán Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta, ebben az évben 1000 kilométernyi mellékút felújítását tervezik állami forrásból. Ilyen jó minőségű, sima felületű aszfalton közlekedhetnek a jövőben a helyiek és a településen áthaladók Bökönyben. A 4901-es út Téglástól Balkányig 14 kilométeres hosszúságban újult meg. A Vármegye határ szélén lévő településen nagy az átmenő forgalom, miután a környékről Téglásra, Debrecenbe és Nagykáló irányába is sokan járnak dolgozni, ezért is volt fontos ennek a szakasznak az újraaszfaltozása. Piskolci Géza, Bökönyi polgármestere az átadó ünnepségen azt mondta, ennek a fejlesztésnek is nagy szerepe van abban, hogy a településen élők közül is egyre többen vállalnak munkát a közelben működő vállalatoknál. Mikor megkezdtem ezt a ciklust, 404 közmunkásunk volt. És akkor különböző fórumokat szerveztünk itt a művelődési házban a munkanélkülieknek, és akkor különböző vállalatoknak a menedzserét hoztuk el ide, és akkor ez az 404 közmunkásból mára csak 113 lett. Vagyis meg a negyedére csökkent szinte a munkanélküliek száma, annyiból van itt közmunkás, annyival foglalkozunk ma. De az útnak a jelentősége nagyon nagy, hiszen átmenő forgalom, hiszen Balkányt innen lehet megközelíteni, Geszterét, Balkány, Nagykáló, Hajdú, a Nyírgerse, a Baromfűzemet, Nyírbátort szinte erről közelítik meg. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, az elmúlt 5 évben több mint 6 milliárd forintot fordítottak a térségben a mellékúthálózat fejlesztésére. A politikus kifejtette, a Téglástól Balkányig tartó szakasz felújítása nem várhatott tovább. Az út állapota ugyanis annyira rossz volt, hogy körülbelül 10 perccel nőtt meg a menetidő a kátyúk kerülgetésével. Láthattuk, hogy az út szerkezete is megsérült, úgyhogy mintegy 10 perces késedelmet jelentett a megye határtól Balkányba eljutni ezen az úton.
de ez a 1,5 milliárd forint megtette a jótékony hatását, most már gyorsabban és nagyobb biztonsággal juthatnak el Hajdú-Bihar megyéből Szabolcs megye ezen szakaszára, a 4-es főúttól az ide igyekvők. Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos azt mondta, az elmúlt 3,5 évben több mint 3000 kilométer hosszúságban újultak meg mellékutak az országban a Magyar Falu programnak köszönhetően. Gyopáros Alpár egyúttal azt is bejelentette, idén is megvan arra a forrás, hogy újabb 1000 kilométernyi 4 és 5 számjegyű utat korszerűsítsenek. Nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy ilyen nagyszabású mellékúthálózat fejlesztési program még nem volt Magyarország történetében, mint amit most hajtunk végre a Magyar Falu program keretében. 2019-ben kezdődött az a nagyszabású mellékúthálózat fejlesztési sorozat, aminek a részesei vagyunk itt Bökönyben is, és azóta eltelt kb. 3 év alatt több mint 3000 kilométernyi mellékúthálózati szakasz sikerült már felújítanunk, és megvan a forrásunk az idei évben is arra, hogy folytatni tudjuk ezt az alprogramot is, és az idei évben is további 1000 kilométeren fogjuk folytatni a fejlesztéseket. Bököny önkormányzata szeretné tovább javítani a közlekedés biztonságát. Azt tervezik, hogy a téglás felé vezető szakaszon kerékpárút építésére pályáznak. Erre azért van nagyon nagy szükség, mert az elmúlt években több halálos kimenetelű biciklis gázolás is történt a két település között. Női vezetők vettek részt azon a közéleti beszélgetésen, amelyet Novák Katalin köztársasági elnök részvételével tartottak Kékcsén. Az eseményen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye valamennyi női polgármestere és alpolgármestere megjelent. Elhangzott, sokkal kevesebb női vezető tevékenykedik a közéletben, mint férfi, ezért nagyobb felelősség és figyelem irányul rájuk. Kisiskolások fogadták Novák Katalin köztársasági elnököt Kékcsén. Az államfő országjáró körútjának szabolcs-szatmár-beregi eseményei közül az utolsó hivatalos helyszín volt ez. Novák Katalin közéleti beszélgetésre érkezett ide, ahol a vármegye összes női település vezetője, köztük Kékcse polgármestere fogadta. A meghívottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgármesterasszonyok és nagyvárosok alpolgármesterasszonyai. Novák Katalin köztársasági elnök asszony ma délután Kékcsén egy közéleti beszélgetést tart, csak a nőket hívtuk meg, azért, hogy megbeszélhessük, hogy a női vezetőknek milyen a helyzete a vezetésben. Tudjuk azt, hogy ahol női vezetők vannak, ott nagyobb az empátia, nagyobb a akarat. Jobban tudják a települések életeit szervezni, és nekik, ami problémájuk, ami nehézségük van, a család. De mindannyian már gyakorlott polgármesterek vagyunk, tudjuk azt, hogy amikor vállaltuk ezt a feladatot, akkor mindannyiunk családja örömmel fogadta a felkérést, büszke volt rá, hogy a feleségük, édesanyjuk polgármester lesz, és büszkék arra, hogy vezetjük a településeket. Tehát a családtól, amit elveszünk, vagy kölcsönkérünk, inkább így mondanám, kölcsönkérünk időt, azt időnként vissza szoktuk adni nekik. Az államfő beszédében többek között azt hangsúlyozta, sokkal kevesebb női vezető tevékenykedik a közéletben, mint férfi, ezért nagyobb felelősség és figyelem irányul rájuk. Ezzel együtt be kell bizonyítani a felnövekvő generációnak, hogy nem muszáj választaniuk a család és a hivatás között. Az a megtiszteltetés adatott meg nekem, hogy én lehetek Magyarország első női köztársasági elnöke, az egy többletfelelősséget is ró rám. Sokan azt mondják, hogy ennek nincsen jelentősége, hogy nő a köztársasági elnök, ugyanolyan, mintha férfi lenne. Én ezzel vitatkozom, én úgy érzem, hogy van jelentősége annak, hogy meg tudjuk-e üzenni azt a fiatalabb lányoknak, nőknek, akiknek fontos a családjuk mellett a hivatásuk is, hogy akár a legmagasabb közjogi tisztség is elérhető ugyanúgy egy nő számára Magyarországon, mint ahogy egy férfinak. És úgy érzem, hogy az is egy többletfelelősséget jelent, hogy önöknek is, akik minden nap hasonlóképpen hozzám igyekeznek a családi életet összeegyeztetni a hivatásukkal, azt igazoljam vissza, hogy én is ugyanúgy küzdök, mint önök, és hogy ennek a küzdelemnek meg lehetnek az eredményei a munkánkban is, ugyanúgy, ahogy a családi életünkben is. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 229 településéből 54 élén áll női vezető. Ez kevesebb, mint az összes település negyede.
Elérhető a MÁV Volán csoport által létrehozott országbérlet.hu weboldal, amely a május 1-től érvényes vármegye és országbérlettel kapcsolatban segíti az utasok tájékoztatását és a megfelelő bérlettípus kiválasztását. Több ezer, de akár több tízezer forinttal csökkenhet a családok havi közlekedési ráfordítása, amennyiben a szülők és a gyerekek is rendszeresen ingáznak a munkahelyük, illetve az iskolájuk és az otthonuk között. Április utolsó hetében a MÁV mobil applikációban elstartol az új kedvező árubérlet konstrukció értékesítése. Váci Mihály író költő halálának 53. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezéseket Nyíregyházán, a Bessenyei téren, valamint a Váci Mihály kulturális központnál. Baracsi Endre, a vármegyei értéktár elnöke azt mondta, a város és a vármegye értéktárának egyaránt fontos szereplője Váci Mihály, akinek irodalmi öröksége a mai napig igazodási pontként szolgálhat. Először a Bessenyei téren álló Váci Mihály szobornál helyezték el az emlékezés virágait, majd az ünnepség a költő emléktáblájánál folytatódott. A közérthetőség volt számára a legfontosabb, így jellemezte Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója, az intézmény névadójának életművét. Váci Mihály halálának 53. évfordulóján szerveztek megemlékezéseket Nyíregyházán. És éppen ez, a közérthetőség volt a számára a legfontosabb. Azt fogalmazta meg, amit köztudatban vinni kötelességnek tartott, és mindig úgy, ahogy olvasva is, hallva is világos legyen, mit közöl, és miért akarja közölni közlendői a költő. Baracsi Endre, a vármegyei értéktár elnöke azt mondta, Váci Mihály öröksége a mai napig megkerülhetetlen része a vármegye irodalmi életének. Váci Mihály költészete Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében nagyon fontos, és pont ezzel szerettük volna, ezért szerettük volna kihangsúlyozni a vármegyei értéktárba való bekerülését is, hiszen egy szimbolikus 150. értékként került be, és ezzel is üzenni szerettünk volna természetesen, hogy azért az a költői hagyaték, amelyet ő itt hagyott, és amely nagyban befolyásolt, én úgy gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének a költészetét és irodalmi életét is, és a mai napig valóban nyomot hagy. Nekünk ezt az örökséget mindenképpen méltó helyen kell kezelni, és azért az látszik, hogy itt azért Nyíregyháza megyei jogú város is odafigyel. Stig Gyula, Váci Mihály fogadott gyermeke és egyben a Váci Mihály Társaság elnöke felidézte a költő utolsó napjait. Stig Gyula úgy emlékezett, a költő hónapokig készült az 1970-es Vietnámba tett fizikailag megterhelő utazásra, amely számára végül tragikus következményekkel járt, mivel a repülőgép landolása után nem sokkal az orvosok már nem tudták megmenteni. Váci Mihályt Hanoiban agyvérzés érte. Ahogy leszálltak már a repülőgéppel, már akkor probléma volt, mert itt olyan tavaszias idő volt már akkor április elején. Moszkvában, amikor leszálltak, ott még dühöngtek a mínuszok. Már a hőmérséklet különbség is, a betegség amúgy is gyenge szervezetét nagyon megviselte, de amikor Hanoiba leszálltak, akkor meg ott az a plusz 20 fok, tehát ez a 40 fokos, 50 fokos időjárás különbség, na az meg végképp szőnyegre tette, és onnantól kezdve ott már beindult a probléma. Stig Gyula azt is elmondta, a Váci Mihály Társaság nem csak a múltra emlékezik, de a jövőt illető terveken is dolgozik. 2024-ben lesz Váci Mihály születésének 100. évfordulója, amelyet szeretnének Nyíregyházán innen és túl méltó módon ünnepelni. Emléktáblát avattak Demetserben Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával alakították ki az emlékhelyet, a költőt ábrázoló dombormű pedig a csengeri születésű Munkácsi díjas szobrászművész Bíró Lajos alkotása. A leleplezést követő első pillanatok, amikor megcsodálhatták a demecseri lakosok a Petőfi Sándort ábrázoló új domborműves emléktáblát. Az alkotást az Erkel Ferenc Művelődési Ház falán helyezték el. Az emléktáblát a költő születésének 200. évfordulójának alkalmából állítatta a város önkormányzata, valamint a Demecser Öröksége Egyesület. Nagy tisztelői voltunk Petőfi Sándor munkásságának, költészetének, és
úgy gondoltuk, hogy ezt a következő nemzedéknek egy olyan formájában tudjuk észrevételezni, hogy egy szobort itt a Kultúrház főterénél elhelyezünk, amivel a következő nemzedéknek méltóan tudjuk ezt a nevet, ennek a munkásságát továbbadni. Nagy Edina, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója arról beszélt, a Petőfit ábrázoló emléktáblát az idén 30 éves nemzeti kulturális alaptámogatásával alkották meg, de számos más az évfordulóhoz kapcsolódó eseményt is ez a bizonyos alap biztosít. Mivel a Magyarország kormánya 2022-es és 23-as évet Petőfi Sándor emlékének nyilvánította, ezért megalakult a Nemzeti Kulturális Alapnál a Petőfi 200 ideiglenes kollégium, amelyik több altémában írt ki pályázatot, és ezek a pályázatok mind azt szolgálják, hogy Petőfi emlékezetét a jelenkorban is tovább őrizzük, átadjuk a következő generációnak. Kis Kálmán, a Lubi Társaság elnöke beszédében elmondta, szervezetük folyamatosan dolgozik újabb emlékhelyek kialakításán a szatmári térségben. Petőfi Sándornak is emléket állítanak idén Nagyaron, annál a Lubi kastélynál, ahol a költő többször is megfordult élete során. Ebben az évben már 9. helyet hozzuk létre, és helyezünk el ebben az évben nyáron a 200. évforduló alkalmából Nagyarban azon az épületen egy emléktáblát, amely az egyetlen hiteles, ma még mindig álló, létező emlékhelye a Petőfi emlékezetnek Szatmárban. Az a hely, ahol 1846-ban és 47-ben több alkalommal is megfordult. Örömmel jöttem a mai rendezvényre ide el Demecserbe, hiszen bár vármegyék választottak annak idején el bennünket, most persze egy vármegyén belül élünk, de a kapcsolat az töretlen. Ha csak arra gondolok, hogy annak idején a mi Lubi Károlyunk, főszolgabírónk, aki a reformkor kiváló személyeit fogadta és várta vendégül a nagyari kúriájában, vendégségbe járt ő maga is ír a szomszédos faluba Kemecsére, hiszen Krasznai Péterrel nagyon jó barátságban volt. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke azt hangsúlyozta, hogy Petőfi Sándorra nem csak a mostani évfordulón kell emlékezni és emlékeztetni a mai élőket. Petőfi Sándor, én úgy vélem, egy iránytű volt életében is, és halála után is, és az ő költészete, az ő öröksége, az, amit ránk hagyott, az pedig lényegében a haza szeretetnek, vagy mondhatjuk azt, hogy a nemzet iránti rajongásnak egy olyan kovásza, egy olyan oltó kovásza, amely nem csak azt a nemzedéket, amelyben ő élt és alkotott, fertőzte meg, hanem évekről és évtizedekre múlva is ugyanakkor a jelentőséggel bír, sőt, talán még nagyobb jelentőséggel. És amit ránk hagyott örökségül, azt hiszem, azt nekünk tovább kell adni. És tovább kell adni az utánunk következő nemzedékeknek is. És ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha egyrészt a költészete fennmarad, másrészt pedig hagyunk magunk után olyan emlékjeleket, amelyek emlékeztetnek arra az örökségre, amit ő véghez vitt, amit őnk ránk hagyott. A Demecserben leleplezett Petőfi emléktábla domborművét Bíró Lajos, Munkácsi Díjas szobrászművész alkotta meg. Vereséget szenvedett Szegeden a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a Kék Cápák az alsóházi rájátszás második fordulójában kaptak ki 89-86-ra. A további eredmények: Budapesti Honvéd Atomerőmű Ese 75-65 és Kaposvár Oroszlány 71-82. Az alsóházi tabellát az Atomerőmű Ese vezeti 9 ponttal, a 3 ponttal utolsó Nyíregyháza szerdán 18 órai kezdettel a Kaposvárt fogadja a Continental Arénában. A kézilabda népszerűsítése és a sporták utánpótlás bázisának bővítése a célja a kezdődobás programnak, amelynek második tornáját vasárnap rendezték meg. Két helyszínen, Nyíregyházán és Fehérgyarmaton, 72 csapatban több mint 570 8 és 9 éves fiatal lépett pályára. Nagy üzem a Continental Arénában. A küzdőtéren több kézilabdapályán zajlanak a meccsek, az ügyességi pályákon pedig az éppen mesnyéklői gyerekek végzik a gyakorlatokat. A Magyar Kézilabda Szövetség 10 éve indította el a kezdődobás programot, amelynek célja az, hogy minél többen megismerjék a sportágat, és a legtehetségesebbek a lehető legtovább jussanak el. Mindig szeretünk nagyon komoly szakmai színvonalat nyújtani egyébként a gyerekeknek. Ez az első benyomásuk a sportágunkról, mind a szülőknek, mind a gyerekeknek. Igyekszünk oda kötni őket a sportághoz. És hát van bennünk azért egy olyan, nem is kell nagyot álmodnunk ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy lehet, hogy itt van a leendő válogatott, aki majd erősíti a magyar válogatottat, hiszen megyünk nagyon sok sportolót ad akár a legmagasabb szintre is a válogatottakba, gondoljunk Kulcsát, Anitára, vagy gondoljunk Harsányi Gergőre, vagy a mostani Máté Dominikra.
A mérkőzéseken nem számolják a gólokat, az edzők a játékosságra, a képességek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Az nagyon jó, hogy nem számolják az eredményt. Én koromból kifolyólag már nagyon-nagyon rég foglalkozom szivacs kézilabdával. Mikor számolták az eredményt és jó helyezést is értünk el, nekem az nem tetszett, hogy az edzők akkor nagyon teljesítményorientáltak voltak, meg a szülők. A szülő kiabált, az edző tombolt. És így, hogy ez nincs, ez nagyon-nagyon jó. Mivel motiváljuk? A gyerek nagyon szereti a labdát. Én testnevelő vagyok 39 éve. Órán is mindenhol a gyerek nagyon szereti a labdát, ezt csak ki kell használni. Nagyon ügyesen meg tudják tanulni a szabályokat. Ezzel lehet, a játékosságukkal lehet ilyenkor motiválni. Nagyon szeretnek. Ha nem játszunk, akkor mindig az a baj, miért nem játszunk, de természetesen ebben a korosztályban az a legfontosabb, hogy a képességeket fejlesszük. Kisvárdáról két csapat is érkezett a tornára. A város NB1-es női csapata motivációt jelenthet a kézilabdát választó lányok számára. Decemberben kezdtük mi a munkát a lányokkal. Pedagógus mi voltam, miatt a gyerekek mindig is közel álltak hozzám. Igaz, hogy felnőtt csapatnál dolgozok a Kisvárdánál, de a gyerekektől nagyon nehéz elszakadni, és ezért is gondoltam, hogy akkor a Kisvárdán egy kis gyerekcsapatot, hát majdnem azt mondom, hogy szabad időmben, de igazság szerint a fennmaradó időmben el tudtam vállalni, és a gyerekek nagyon hálásak tudnak lenni, és ez feltölt engem a mindennapokra. A kezdődobás program idei harmadik vármegyei tornáját májusban rendezik meg, szintén Nyíregyházán is Fehérgyarmaton. Egy pontot szerzett a kisvárdai futballcsapat az NB1 27. fordulójában. Milos Krusics együttese a MOL Fehérvár FC-t fogadta, és a mérkőzés 0-0-ás döntetlennel zárult. A tabella élén az 54 pontos Ferencváros áll, megelőzve a 48 pontos Kecskemétet. A 36 pontos Kisvárda a 6. helyen várja a folytatást. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Régóta várt útfelújítás fejeződött be a Vármegyében. A Balkányt és Téglást összekötő csaknem 15 kilométeres szakasz újult meg a Magyar Falu programnak köszönhetően. A több mint 1,3 milliárd forint értékű fejlesztés Bökönyben adták át. Gyopáros Alpár, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa az eseményen elmondta, idén újabb 1000 kilométeren korszerűsítenek mellékutakat hazai forrásból. Közéleti beszélgetésen vett részt Novák Katalin köztársasági elnök Kékcsén, ahol a Vármegyék női település vezetőivel találkozott. Az esemény az államfő Szabolcs-Szatmár-Berekben tett körútjának utolsó hivatalos rendezvénye volt. A közérthetőség volt számára legfontosabb, így fogalmazott Váci Mihály kapcsán Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója. Az író-költő halálának 53. évfordulóján koszorúzással egybekötött megemlékezéseket tartottak Nyíregyházán. Április 17-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig kedden este is várjuk majd önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden az északi északkeleti szél élénk, a nyugati megyékben és az északkeleti harmadban időnként erős lesz. Elszórtan lehet zápor és zivatar. Napközben 14 és 17 fok közé melegszik fel a hőmérséklet.